A Nagyvárattól észak-észak-nyugatra fekvő hegyközvidékének egyik legérdekesebb, számos meglepetést rejtő Sitter műemlék templomát 2002-ben kezdték el kutatni. Az alaprajzi elrendezésből és a 18. századtól fogva számon tartott falképek jelenlétéből ismert volt középkori eredete, bár ezt csak az épület keleti felével kapcsolatban feltételezték. A falu valószínűleg már 1395-től az egész középkoron át a 18. századig a Csáky család birtokában maradt. Bár birtokosként szerepel a későbbi fejedelem Bocskai István is 1599-ben. Az egyházközség a kegyurak református hitre térését valószínűleg azonnal követte, 1558 körül, és később a rekatolizált csákiak faluja meg is maradt reformátusnak. A falu újkori birtokosai között a Kornis, a Vai és a Zicsi család is fellelhető. A 2002-2004-ben végzett kutatások során a templom sajátosan alakuló építéstörténete is kiderült. A visszameszelt falképek vizsgálódásakor rendkívül kvalitásos és ikonográfiai szempontból is ritka képeket találtak. Ezzel az Alföldi régió egyik legjelentősebbnek ígérkező középkori falkép együttese került elő. Kiderült az, hogy ezelőtt a templom előtt még volt egy templom itt Sitterben, egy négyszögzáródású kisebb templom, amit aztán majd körbeépítettek itt a félkör alakú szentéllyel. Aztán a másik érdekessége itt a hátam mögött látható mellékoltár építmény, vagy cibórium, ami a Kárpát-medencébe kettő található, és ez a korábbi. Tehát ez valószínűleg 13. század vége, 14. század eleje, végülis egykorú a templomnak ezen részével. A református híveknek egy ideig szokatlan volt, hogy freskókkal díszített lett a templomuk. Kicsit az elején nehezen szoktak hozzá, ahhoz ugye egy református templom az fehérre meszelt falak, nincsenek falképek, és ezt így megszokták az évszázadok alatt. Mikor elkezdődtek, akkor nem értették, hogy akkor ez most miért kell, és miért nem lehet visszameszelni. Én azt látom, hogy az utóbbi 10 évben viszont rengeteget változott a hozzáállás, és most már eljutottunk oda, hogy büszkék a templomukra, mondják máshol is, hogy nekik milyen fontos, és, vagyis hát szép és értékes templomuk van.